Évmilliárdokkal, évdarcokkal ezelőtt az űrben, ahol bongott még minden, ahol olyan sötétség volt, hogy a légy azt se tudta már az ümmögjön, ahol nem volt se víz, se tűz, se fő, se niklocetán szulfid jodid, az őskaosz megfoghatatlanságában történt egy hatalmas kapparás. De az nem egy brassói butélia kipukarás, hanem az ősrobbanás. Na mi van, nem is mártétek fél? Ha hol voltatok csillagászattani földrajz geológia óra, matek óra, számoltátok, hányszor szivarat tudtok elszívni nagy szünetben, mi? Ez volt az ősrobbanás. Annak következtében kialakult a naprend. Közepében a nappal, ami adta az energiát, s a fény. Körülötte pofátlanul elkezdtek sündörögni valami golyók. Ezeket szaknyelven bolygóknak is nevezik. Elkezdtek forgolódni a nap körül, hát behalsztak, s melegedni akar. Semmi nagy tudományos gyum, amit ott a Discovery nyomnak. Melegedni akartak, kény. Ott volt a szeret a bolygó, a Merkuria, a Roma bolygó, a Jupiter, a Katona bolygó, a Plutonie, a többiek. De ezek mind ilyen bugyuta bolygók voltak. Hiába kacogtuk, mert a legszebb, a legügyesebb, a legkecsesebb, a legjobban öltözött bolygó, az úgyis a Föld volt. Abban támadt meg a picsóka, zsavás kukorica, nagyfajú cukorrépa, a szőrös mókusfá. A többi bolygó semmit sem tudott felmutatni. Éppen azért a planéta tudott megjelenni az első értelmet. Ügyes, okos, murfalmos élőlény, az ember. Szakkifejezéssel a homo sequiens, sequiens! Azután egy szép reggelen az őság borkájából kidugta fejét, fodros hegybe üsszámol, csircsengős, vigyorgós arckifejezéssel, és nevezzük őt! Nevezzük Pestának! Most esett a burkányosó
fogunk arról, nekem megénesként, gyere ne, itt vannak ne, a papírok vannak töltve, itt a születési adeverinca, gyere na, fog meg, na! A buletinod, az útlevelet, a hamis útlevelet, és a magyar igazolat. Minden pest arra van kitöltve, nem lehet azt kiavítgatni, na. Pesta vagy, ki? Pesta vagyok. Arra tudod, vagy másra mondod, vagy kimagom. Még jó, hogy nem Budapesta. Nem vagy te semmi Budapesta. Te Pestoru műnő, hanem a Tabecés nevát Pesta. Na, hogy hino? Pesta. Na, mondd még egyszer. Pesta. Na, úgy, ne ugyás sem. Ja. Hülye az a Pesta. Na, miután minden hivatalos papírra kezében volt, elindult felfedezni és meghódítani a földet. Elindult honfoglalni. Egy taplatok! Hivatalos papírokkal a kazánban. Egytől egyig le vannak pecsítélve, de nem rúghatnak se onnan ki, már nem vagyok én gondolí. De csar vagyok, székely vér foly az arámban. De elindultam, előre pont foglalni. Pityokával akarom az egészet beültem. De nem kér nekem nagy palottam, már fontosabb a disznyóhajtó. Anya földön, akarom a hasamat sütni. De refrén, anya földön, akarom a hasamat sütni. Talán már mi azt a refrénezik? Ülj ma, lámolom! Na jó, na. Sütni! Na baj, na baj, na. Na miért fejáztam, na jó van én? Ülj ma, ülj ma, lámolom! Na jó, na. Lácsapom magam után az ügyes, mohas, fatőkére! Mi lehet, hát, az ki volt aki? Hát délült az ás, én ami? Hallopja a fa! Sámból, nem megint innen többet sehol sem. Ugye ma az operencia a stangeren, és én ma a rég túl vagyunk, de itt a lábjuk. Ne, itt csak a pakazány. Ne, kalapalcsol a gólya, ugat a nyúl, nevet kél a tahén, a fányba sisterek. Ez az igazi tarilattám. Én bicskával a tarilattyát körbekarcolom, így ne. Így ne. A telekkőmet magamnak kiállító. Én ebben a kanyarulatban nagyon jól vagyok, értettad-e? Én itt vagyok. Most a lesz, ami lesz. Én a hozzáfutó, hogy értettétek-e.